2015 őszén indult útjára a Házhoz megyünk című országos program, melynek célja kezdetben a lakosság vagyonbiztonságának növelése volt, sikeressége miatt azonban később átalakult generális prevenciós programmá. Ami azt jelenti, hogy magában foglalja most már az áldozatvédelmet, kapcsolati erőszakot, internetbiztonságot, drogprevenciót. A program színesedett a Bike Safe regisztrációs rendszerrel, ami egy ingyenes kerékpár regisztrációs rendszer egy központi adatbázisba, és nagyon-nagyon szívesen fogadták ezt a lakosok, az állampolgárok. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a cél az a lakosság szubjektív biztonságérzetének a növelése, az önvédelmi képességnek a fokozása, a javítása, tehát tudja mindenki azt, hogy mit tehet annak érdekében a saját helyzetét biztonsági szempontból jobbá tegye. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy bűnügyi operatív elemző munka után kijelölésre kerülnek azok az információs pontok, ahol kitelepül a rendőrség. Mi törekszünk arra, hogy minden kapitányság, hát legalább székhelye szerinti városában, illetve kisebb településeken is megjelenjünk. A kitelepülések alkalmával polgárőrök, vagyonvédelmi cégek és biztosítótársaságok szakemberei működnek együtt a rendőrökkel, hasznos tanácsokkal segítve fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. A program minden korosztály tagjai körében népszerű. Elég sokan szoktak érdeklődni, nyilván most ez meghatározó, hogy nincs iskola, de meg az is meghatározó, hogy milyen időszakban történik maga a program végrehajtása. Éppen ezért gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy kicsit nagyik bárki jelen van és érdeklődik. Nyilván a drogprevenció, az internetbiztonság az most egy úgymond ilyen sláger téma, ha lehet ezt mondani, de más jellegű kérdések is vannak, és természetesen a vagyonvédelmi kérdések, az, hogy mit lehet tenni, hogy a lakás, a családi ház biztonságosabb legyen, milyen eszközöket lehet beszerezni és honnan, ezek is rendszeresen előfordulnak ilyen kérdések. Az idei évad március 15-én indult volna, de a koronavírus járvány miatt erre csak később került sor. Szerdán Nyíregyházán tartottak kitelepülést, jövő csütörtökön pedig Tiszavasváriban állomásozik a program. December végéig további helyszíneken találkozhatunk a szakemberekkel, ezek részleteiről a szervezők később tájékoztatják a lakosságot.